És végre végigjátsszuk a Life is Strange 2 előzményeként ingyenesen megjelent játékot, a The Awesome Adventures of Captain Spiritet, mert nem volt rá idő múlt héten, úgyhogy gondoltam egy tökéletes alkalom, hogy beszélgessünk és játszunk egyszerre, úgyhogy ma ez fog történni, körülbelül olyan másfél óra a játék állítólag, úgyhogy nagyjából ilyen hosszúságú streamre számíthatok. Én remélem, hogy nagyon jó lesz, állítólag elég faszán helyezi be ezt az új részletet a már meglévő Life is Strange világba a játék. Ugye egy új főszereplőt kapunk, aki, ha minden igaz, a Life is Strange 2-ben lesz majd a főszereplő, és ez a játék mutatja be őt nekünk. Úgyhogy ja, nagyjából ez lesz, én remélem, hogy fasza lesz. Köszönöm szépen, Kovesz, a 11. hónapos feliratkozás bele is. Játékot és egy hónap, és itt az egy év. Bizony, bele is csuklottam majdnem. Köszönöm szépen, Kovesz. Danke, danke. A pingvinek járnak természetesen. És köszönöm szépen, Rózsaszín Sündisznócska, a 2 hónapos feliratkozást. Köszönöm, köszönöm. Természetesen fent lesz YouTube-on, aki nem tud végig itt maradni, az vissza tudja nézni, mint minden egyes élő adást a Nessai VOD YouTube csatornán. Így, így. És természetesen a Life is Strange 2-t is végig fogjuk játszani. Adja tovább mindenki a következő embernek. Az egyébként szeptember végén jön majd, úgyhogy addig még van idő mindenkinek ezt is kipróbálni, vagy az előző részt befejezni. Geriel, én viszont ezt kihagyom, mert ezeket előbb szeretem én is kijátszani, csak utána megnézni jó játékot, Nesszeli, jó szórakozás, srácok. Geriel, nagyon szépen köszönöm, és nyomjad neki. Üdv mindenkinek, aki most érkezett, be is röffentem a játékot, fülekre vigyázni, tudjátok, örök szabály, játék indításnál. Igen, kitoljuk, visszahozzuk, ahogy az szokott lenni. Szia, Bianca. És hello Mr. Proli és Alucard. Na, a veteránok késve érkeznek, hát micsoda dolog ez. Természetesen a zene az itt is copyrightos. Tehát ha nem lesz hang a VOD-ba helyeken, akkor elnézést kérek a YouTube-on mindenkitől. De hogy... Néztem, van a játékban opció, amiben le lehet tiltani a copyrightos zenéket, na ez jó lenne, csak hát úgy zene nélkül megy a fél játék, így kipróbáltam. Szóval, hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Meg az úgy elvenné a játék feelingjét, a zene jobb, mint a játék, hát ugye Jesse, úgyhogy zenével fogjuk játszani, remélem, hogy nem lesz gond a visszanézéssel senkinek. Sutty! Na, muti magad. Muti magad játék, ez az. Ott is vagyunk, abban a pillanatban, hogy egy okos ember mondta egyszer. Egyébként a képernyő tetején visszatért a boss pozíciónk, sokkal hiányoltátok, többen írtatok erről Discordon, meg e-mailben, úgyhogy új dizájnnal visszatértünk oda fölülre. A működése nem változott, de a felkiáltója boss parancsal le tudjátok kérdezni. Nyilván most mindenki be fogja írni tök fölöslegesen, de semmi gond. Elenz! Hello! Hello, a kolbász legyen veled is. Mindig jó ezeket az emótákat látni. Szevasz, Ellen. Na. Oké, és készen álltok? Belekezdhetünk? Esetleg valaki még a vacsoráját készíti, a kávéját főzi, és a többi, és a többi. Ezért jó megoldás néha egy picit a submode, hogy ilyenkor mindenkinek meg kell nyugodni. Nyugi, megoldom. Igenis, kapitány, ez a beszél. Vivi, sziasztok, mondhatni, tusolás után majdnem tökéletesen elkaptam a rajtot. Pont időben, Vivi, mindig lemaradsz az ilyen felemelő beszédeimről az elején, de semmi baj. Alapvetően nem haragszom. Na, okés. New game! Lássuk a medvét. A grafika az most is tetszeni fog, azt már látom. Trélerek alapján egy kicsit előre léptek így, vagy mit. Na ezért kell a zene, hát na.
Szóval kicsit előreléptek, hogy mit tudnak kihozni az engine-ből. Ebben a kis viskóban lakunk. Vagy hát házban. És yes! Ott a fa tetején lévő ház. Az szerintem minden gyereknek kéne. A kis bunker. Azt törvénybe iratnám, hogy olyan legyen. Szia, Hirks! Power beer. Vagy bear, beer. Az más, nyugi. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Mi ez a bolygó? Még sosem jártunk itt. Ez az univerzum széle. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Találjunk űrlényeket. Ja, hogy játszik. The ground is moving. The planet's gonna eat us. Megesz minket a bolygó. Get back to the ship right now. Jajaj. Vissza a hajóra. Then let's get the heck out of here. Hiperűrsebesség. Nem indul a hajó. Úristen. Nem indul a hajó. Hát mi lesz a játékokkal? Jedi ereje van a gyereknek. A Disney megvette a Life is Strange-et. The Force, Anakin! Látjátok, nem kell videójáték. Elég az ember képzelő ereje. Megmenekültünk. Captain Spirit! Captain Spirit megmentette őket. I still got the power. Got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Ó, meg akarja tervezni a szuperhős ruháját. Lélekkapitánynak, így hívjuk. Lélekkapitány. Cool. Good thing I have one. Hát valami feszes latex ruha legyen, fiam. Az jár a jó mask szuperhősnek. Nem már, hogy én tervezhetem meg a ruháját a szuperhősnek. Maszk legyen rajta, vagy sisak? Mehet a spam. Na, melyik legyen? Komoly döntések. Hűha, hát ez elég egál ránézésre. Nem, maszk, oké. Okay. A maszk többségben van. Picivel. Jó, nem tudok most sajnos számszerű voltot indítani, srácok. Úgyhogy rám kell bíznotok, maszk. Köszönöm szépen. Legyen maszk. Nagyon egál volt. De maszk lesz. Köszi. Na ezért jó mondjuk élőben játszani. What about the armor? Nagyon jól néz ki, srácok, nagyon jól döntöttetek. Milyen páncélzat legyen rajta? Könnyű páncélzat, vagy nehéz páncélzat? Mehet, ti jöttök megint, együtt alkotjuk meg lélek kapitányt, és majd föltartjuk a kezünket az ég felé, és egyszerre előhívjuk. Egyértelmű heavy. Mindenki heavy. Jó, srácok, okés? Heavy, köszönöm szépen. Nehéz páncélzat. De valami szögek legyenek rajta, meg lézersugárvető is. Ez tök jó, hogy az elején van egy ilyen pici választás, hogy a srácnak a képzeletbeli hősét így meg lehet alkotni. Should he be dark or colorful? Hát hallod, nem is rakott rá páncél, csak rajzolt rá izmokat. Hát mi van vele, semmi? Na mindegy, milyen legyen a színezete a hősünknek? Legyen egy színes, kedves, barátságos, friendly neighborhood Spider-Man, vagy pedig legyen sötét, mint a fejem belülről, és dárkos. Melyik legyen, srácok? Mehet. Hát ez elég erősen dark.
Ilyen dárkos, heavy páncélos hőst képzelünk el? Oké, srácok. Köszönöm szépen. Legyen akkor dark. Sötét a hősünk, mint olyan. Reméljük az elméje csillogni fog. Ott van a szupermedve, akiről matrica volt az ablakon. Ott meg egy sárkány ninja. Beware, mantroid. Király! Lélekkapitány kész a harca. Jó lett, srácok, pacsi! Emeld már fel a kezed, hát milyen hülyén nézek itt ki egyedül. Azaz, köszönöm szépen. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Cuki volt ez az intro, tetszik? Tetszik. Hello, Saturday morning. I can do anything I want today. Szombat reggel. Hétvége van, úgyhogy bármit csinálhatunk. Cool. I can do a training session with my power. Tréningezhetünk az erőnkkel. Mindjárt szépen megnézünk mindent. Van időnk felfedezni a játékot. Nyilván! Köszönöm szépen Krisztó a Twitch Prime-os feliratkozást. Üdvít köztünk. Járnak a pingvinek természetesen. És ideiglenesen üdvözöltünk az új boss pozícióban is, kedves Krisztó. Köszönöm szépen a bizalmat. Üdvüdv! És szintén ugyanez a megtiszteltetés jár X-Heaven Have Fun-nak is. Köszönöm. 2 hónapos pingvin vagyok, repül az idő, P. Köszönöm szépen a 2 hónapot, X-Heaven, üdv a boss pozícióban. Egy hős vagy? Köszönjük szépen. Majdnem akkora hős vagy, mint lélekkapitány. Na! Oké, hát ugye ugyanúgy az analóggal mozgunk, nézzük meg a dolgainkat. Ó, de jó, most ilyen színesek az interakció gombok. So glad I did my English homework already. Miss Stroud's pretty nice, and she likes my stories. Megcsináltuk az angol házit, és kedveli az angol tanárját a srác. Oké, tehát ő egy jó fiú. Végre nem egy ilyen lázadó hippivel vagyunk. Mint amilyen mondjuk Rachel meg Chloe volt. Every superhero team needs a supervillain team. Aha! Na várjál, szóval lélekkapitánynak vannak barátai meg ellenségei. Szóval az a szupermedve... Meg ez a sárkány ninja, ezek ők a barátaink. És akkor ott van a Team Mantroid, bármit is jelentsen, ők az ellenségek. Felhívnám a figyelmet a kinetikus hóemberre, tehát nekem ő a kedvencem. Nagyjából. Egyébként PC játszok a játékkal, srácok Xbox kontrollerrel. Jó? Nézzük meg a titkos térképet. The secret treasure is buried out there in the wild. Itt is van kincs. Now I have to locate the second part of the map. Aha, szóval ez a térképnek csak az első fele. Mit fedezünk fel rajta? Van egy halálos vulkán, hegyi trollok voltak, rám folyatták a szemöldöküket. Űrlénymezők vannak ott baloldalt. A sétáló zöld ember, az konkrétan egy brokkoli, ott a pingvin feje mellett, ha észreveszitek. Ott van egy űrhajó, egy tó, amiben él egy szörny, egy sivatag van alul, egy sátánkutya, itt a feje mellett van a sátánkutya, itt meg egy uninarvál, tehát egy unikornis és egy narvál kereszteződése, a lehető legzibb élőlény szerintem a világon, de oda se neki. Aztán a képernyő tetején meg van egy tank, meg ott ilyen háborús övezet van, meg ott egy vár. De mondjuk erről a térképről én nem látom, hogy hol van a kincs. Csak azt látom, hogy középen van a házunk, fölötte meg a repülőbázisunk, ugye? Az a faház. Jó. Megnéztük. Ó, hello Henry. Henry a macink. Sorry, you're too cute to fight evil. Túl aranyos, hogy küzdjen a gonosz ellen. Hát azért Henryt is felpáncélozhatnánk. Watch out, supervillains. Today I make my own superhero costume. Készüljetek fel, szupergonoszok. Lélekkapitány, mindenkinek oda basz. Tudunk magunknak tetoválást csinálni? Vagy az olyan rágós tetkó, amit én kaptam tőletek? Tényleg az hol van? Valahol itt van a rágós tetkó, amit tőletek kaptam. Aha, itt van. Most azt nem bányászom ki, mert leverek mindent, de... Szóval milyen tetkó az? It is time for my secret tattoo. A titkos tetkó. Only my team will know what it means.
Csak mi fogjuk tudni, hogy mit jelent a titkos te. De miért nem rakod föl? Nyomd meg az LT-t, hogy megnézd a power action-öket. Hülye vagy, itt a szuperképességünk? Átalakulunk. Transformáció. Hallod, esküvén is megcsinálom, most nem. I can take the pain. At least I don't have to use any needles. Nyugi, nyugi, nekem is van, ne aggódj. Ne aggódj, kedves Captain Spirit, nekem is van. Ó, reggeli. Nyugi, apu, nyugi, mindjárt megyünk reggelizni. Igen. Nagyon jó, de ez nem fog menni víz nélkül. Na mindegy, nekem nem lesz most szuperhős tetkóm. Pedig ott van Son Gohan. Na mindegy. Nyugi, nem szabad fullba nyomni sosem, srácok. Nincs időnk tetoválás, nyert reggelizni hív minket apa. Azt hiszem apukájával él együtt. Oké. Okay, dad. Mindjárt jövök, apa. De még megnézem itt a dolgokat. Tényleg az apukánk hívott. Man, I wanted to go to that. But dad had to watch the playoffs. Oh. El akart menni a képregényvásárba a fiú, de nem lehetett, mert apukája meccset nézett. Hát a meccs az alapvetően fontos, fiam, ezt majd megtanulod, ha nagyobb leszel. Nézzük a fegyvereinket gyorsan. Ja nem. Just in case. Alapvetően lélekkapitánynak nem kellenek fegyverek, de azért jó néha tartani egy párat. Tudunk játszani. Hát a reggeli ráér. You can't win this battle, Noctarius. It's already over, Power Bear. Tegye föl a kezét, aki csinált ilyet gyerekkorába. Nobody controls me. Mantroid is my leader, and he wants you to die. Give up now. We don't have to fight. Na ugye. You're not the boss of me, Power Bear. Na ki fog győzni? Csatlakozz, átállítom a sötét oldalra. You have amazing powers. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy. Nem akar csatlakozni. Only because Mantroid brainwashed you. Átmosta az agyadat a Mantroid. Liar. Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Hát nem értünk rá, mikor Mantroid megmentette az életedet. Sajnálom, de hát állj át hozzánk, hát nézd meg, milyen szép medve vagyok. I'm sorry, Nocturus. We want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Kaptuk. Knokkos a bogár. Oh, my back. How did you do this? I can't move. Captain Spirit, Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Nocturus on my own. Jövök. I can't. Captain Spirit. Várjál, két dolgot csinálhat. El tudjuk pusztítani Mantroidot. Hát nem állt át hozzánk. Hát most latba vetem a mehet. Hello, Power Bear. I'm here to finally destroy Noctarius. You never fail us, Captain Spirit. No, you can't do that to me. I'm just a puppet. Then let's cut your strings. Oda néz. És most megrázza árammal. No, don't. I give up. I... Mantroid, help me, master. You can't kill me. You said you don't kill people. Eléggé pszichopata jellemre utal azért ez a kínzás. Zárójelbe jegyzem meg. De győztünk. Ez a lényeg, srácok. Hát egy kicsit kifogunk kap. Oké, jövök. One sec. Give me one second.
Meg akarok nézni mindent. Oké. Okay. Jó, gondolom visszajöhetünk még a szobába. Menjünk reggelizni, mert apa morcos lesz. Fontos szót fogadni. De megírtam a leckét. Az angol ház itt, fatel. Mit sütsz? Elnézést a késésért. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Ez nem egy hotel, nekem is vannak dolgok. Pour yourself some milk. Önts magadnak tejet. Jó a szakál, by the way, Mr. Fatel. Jó még az a tej? Elég fura színe van, de mondjuk, hogy jó. Köszönd meg a reggeli tapárdnak. Breakfast of champions. A bajnokok reggelije. Tojás spiritós, fasza. És apa sörrel reggelizel? Ha jól látom, a harmadikkal? What'd you expect, a waffle? Nem ízlik. Oh. Mit vártál, gofrit? Azt kérdezi tőlünk, és azt tudjuk neki válaszolni, hogy nem, ez megfelelő, vagy azt, hogy anyáét jobban szeretem. Nem tudom, hogy miért ez az érzésem, de azt érzem, hogy nincsen anya. Vagy nincs már. De lehet, hogy ezt olvastam a játékról, nem tudom, de nem panaszkodom. Csinált nekünk kaját, míg mi a szobába játszottunk, úgyhogy megköszönjük. It's good. Oh, you can lie better than that. Nem hazudsz jól. It's just the eggs are good. Listen, buddy, you won't hurt my feelings if you don't love my eggs. Nem sértődök meg, hogyha nem ízlik. Tudjuk, hogy nem olyan, mint anya reggeli. I'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef. Meg fog nézni pár főzős műsort, hogy ügyesebb legyen a fater. Yeah. Okay. Na, tök jó fej a fater. Ezt tetszik. Azt hittem, már gondok vannak itt a sok sörikével. Ó, igen, meg is tudjuk kérdezni apától, hogy mi a sörike? Nem vagyok benne biztos, hogy rá akarok erre tapintani egyből. Mi a terv mára? So, Dad, what's the big plan for today? Big game plan. Meccset néz. Even though we'll probably lose again. Gotta get rid of that coach. Bár szar a csapat. Now that's the fucking spirit. Sorry. Csúnya beszéd. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Szuperhősök nem káromkodnak. Ennyi. Nah. You're cool. Like a rebel. Olyan a fater, mint egy lázadó. Ezt a játékot kéne az összes Minecraft youtuberrel játszani. Hey, legalább tanulna valamit a közönségünk. Bocsánat. Okay. Looks better. Anybody ask you about it or say anything? Mi történt a kezével? Ja, be van lilulva a keze. Mi történt a kezével? Be van lilulva a kölyöknek a keze. Szevasztok, üdv mindenkinek, aki most jön. Hát nem mondta a fejébe, hogy fáj neki. It's fine. No, it's fine. I worked it out. I just want to make sure you're okay, buddy. Meg akart bizonyosodni róla, hogy minden rendben van velünk. So you must be excited for Christmas. Karácsony! Yes! I'm always excited for Christmas. Hint, hint. Mit kapok, pofont? I was hoping Santa might maybe get me a new console. Új konzolt akar, ennyi! Then Santa needs to get me a new job. Oh, de nincs rá pénz. It has to be a console. Basketball costs 10 bucks. Okay. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Na, yes, karácsonyi fát legalább vesznek. Ja, ez az. Watch the game before we go, okay? Csak előbb megnézi a meccset. I won't today. De mindig elalszik a meccsel. Just wake me up and we'll go. Okay. Promise. Azt mondja, hogy most nem fog elaludni a meccsel, de ha elalszik, ébresszük fel. I do. Megígéri. Megígéri, hogy nem fog elaludni. Hát mondjuk azzal a három sörrel, fater, én aludnék a helyedbe. Perfect weather outside for you to play. Whatever. Ez az.
You're free. Come grab me later. Szabad foglalkozás, mertünk ki játszani. Köszi, Fatal. Edd meg a reggelidet, lélekkapitány, kell az energia, szup. Passzolj már a viszkit, tesó. Az már nem sör. Ew. És milyen rendes a kölök, el is pakol maga után. Hű, micsoda quality megy a tévébe. Az csak almalé. Hát. Okay. What would Captain Spirit do? Okay. Mit tenne lélekkapitány? Nézd, nyomjuk meg a... Melyik gomb ez? Back gombot a teendőinkhez. Okay, ezek a teendőink. I can make Captain Spirit custom now. Maybe I can find what I need around. Okay, meg kell csinálnunk lélekkapitánynak a szupererős ruháját. Meg kell találnunk az elrejtett kincset. Gyakorolnunk kell a célzási képességeinket. El kell pusztítanunk a gonosz hóembert. Meg kell ölnünk a gonosz mantroidot, gondolom az a fő küldetésünk. Jó, figyelnünk kell a szuperhős csapatunkat és mantroidot. Játszhatunk a Mustár Party 2-vel, de ahhoz kell apa telefonja, és meg kell küzdenünk a vízadagolóval is. Elképesztően epikus, hát ki gondolta volna, hogy vízadagolókkal fogunk küzdeni, srácok. Oh boy. Portyázó, köszönöm szépen a havi szokásos csírt, Portyázó. Köszönöm szépen. Nyilván! És nyilván, Szaszmus, köszönöm szépen a feliratkozást, üdvít a pingvinek között, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, egy újabb tag a seregben. És üdv fönt a boss pozícióban. GG! Köszönöm szépen. Eltűntél, Nessai, nem vagy ott a képen. Milyen rendesek vagytok, hogy szóltok. Ti is igazi lélekkapitányok vagytok ott legbelül. Oké. Okay. Apa telefonját kihagynám, lehet, hogy jár érte egy lila folt. Ah, mami kutyi, egyelőre ne feltételezzünk ilyeneket. Ausod, köszönöm szépen neked is a feliratkozást. Üdv itt köztünk. Nagyon szépen köszönöm, és üdv a boss pozícióban. Járnak a pingvinek. Szóval egyelőre ne feltételezzünk dolgokat apáról, egyelőre azt láttuk, hogy nagyon rendes volt velünk, de van némi alkohol problémája, ami gyanítom arra vezethető vissza, hogy nem látom anyát itt a házban szombat délelőtt, vagy reggel, ami még nem tudjuk, hogy mit jelent konkrétan, úgyhogy meglátjuk, de egyelőre legyünk bizalommal apa iránt. Viszont egy szuperhős elmosogatja az edényeket, Mega Clean! Van sima vas, meg van Mega Clean. Nyomjuk a Mega Clean-t. Amúgy... Jó ez a megoldás. Jesus, what was that? What the hell are you doing in there? A fater mit csinált, hogy ilyen Jézus pózba vágta magát? Basszus, eltörtem egy izét. Ne haragudj, fater. Látjátok, ezért nem szabad mindig a szupererőt használni. Oké, okay, ezt is megtanultuk. De hát azért el kéne takarítani. Vagy inkább hagyjuk. Na jó. Azt kezdtem el mondani, hogy viszonylag feltámadt. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy tetszik ez a megoldás, hogy a szuperhős képesség az gyakorlatilag csak a gyerek fejében létezik. A Life is Strange 1-jel ellentétben. De így a gyerekek tényleg hajlamosak így elképzelni dolgokat, hogy szórakoztatóbbá tegyék őket. Sticky beer can. Ragadó sörös doboz, fúj! Add ide nekem, passzol, tesó! Na, nem, nyugi! Dobjuk ki a szemétbe. Jó gyerekek vagyunk. Fegyelmezettek. Hívjuk inkább Consuelát.
dobjuk bele, vagy semmisítsük meg őket a szuper képességünkkel. Hát semmisítsük meg őket. A sörös doboz szörnyeteg nem állhat ellen lélekkapitánynak. Nem sikerült meghajlítani? GG. Bevásárló lista. Dad's going shopping. Apa megy bevásárolni. Cukor, papír, elem, kávé, sör, tej, barbecue chips. Oké. Képes lap. Oké. Oké, nézzük a meccset, ne zavarjuk. Telefonszámok. Chris, these are the most important numbers for you on this list. Apa szerint ezek a fontos telefonszámok. Pizzeria, Reynolds és apa mobil száma. Oké. Gondolom nem kell megjegyeznem ezt. Vigyük ki a szemetet? Mindjárt kiviszem. Nézzük, mi van a hűtőben. Valami nasi. Mac and cheese. Drink. Ne, nem akarok inni. Most reggeliztünk. Oké. Apa, no káromkodás! Ne idegesíts fel magad. Nézzük az újságot. Boring. Tudom, hogy boring, ne, de meg akar, fel akarom fedezni, hogy mik vannak itt felénk. A helyi rendőrség egyre több tüntetéssel szembesül a halálos lövöldözés miatt. Meghalt egy helyi ember és egy rendőr tiszt. Oké, egy lövöldözésben. Ki tudja, hasznos info lehet. Apa, el kéne takarítani a reggeli után. Garázskulcs. Üde ijesztő. Nem látok semmit. Ez a mosókonyha? Maybe I should help dad clean the house. Segítsünk apának kitakarítani? Játék helyett? Ah, logikus. Levél. Ó, jaj. Nincs messze, most illetve, hogy how much we both care about you and Chris, I know everything's on since Emily left us, but we're still a family taking it. Oké, szóval ez a levél, ez a faternak szól, és következő információk lehetnek belőle hasznosak. Nagyon kedves a levél alapvetően, és azt írja, hogy tudjuk, hogy az élet nehéz volt, mióta Emily itt hagyott minket, de még mindig egy család vagyunk, és szeretnénk ezt így tartani. Tehát valami rokontól jött ez a levél. Remélik, hogy Chrisnek, tehát nekünk, oké, Chrisnek hívnak minket, ezt eddig nem tudtam. Vagy lehet, hogy nem figyeltem, mert szólt a fat. De Chris a gyerek neve. Szóval az aggodalmunkat kérlek fogadd szeretettel, ahogy te is szeretted a mi lányunkat. Hallottuk egy baráttól, hogy részt vettél egy kocsmai verekedésben, de nem tartóztattak le, hála Istennek. Vigyázz magadra. A lényeg, hogy segíteni szeretnénk, hogy átvesszük Chris gondozását a következő évre, vagy ameddig csak szeretnéd. És lépj be egy segítő csoportba. Szóval úgy néz ki, hogy anya tényleg nincs, és Emilynek hívták anyát, és ő már nincsen velünk. Bármit is jelentsen ez, ugye ez azért két dolgot is jelenthet. Egy anyám a rosszabbat jelenti. És ezek a családtagok szeretnék a gondozásukba venni a gyereket, amíg az apa elvonóra megy. Mondjuk az is lehet, hogy Emily nem az anyja. Lehet, hogy Emily a lányuk? Nem tudom. Ó, de van itt következő oldal. Ó, a nagyszülők írták. Oké, szóval a nagyszülők írták ezt a levelet, van következő oldal is.
Nem ítélünk el, csak meg akarjuk mutatni, hogy szeretünk és törődünk veletek. Oké. Így már értem. Szóval azért a lányukról beszélnek, mert a... Akkor viszont tényleg meghalt az anyuka, és az anyuka szülei, Krisznek a nagyszülei írták ezt a levelet. És azért írták, hogy ahogy szereted a mi lányunkat. Tehát, hogy szerette a feleségét, a csávó, és elhunyt. És a nagyszülők aggódnak, hogy nem tudja ellátni a gyereket, és ők szívesen vigyáznának rá, amíg elvonóra megy a fater. Ennyi a levél lényege. Ennyit a vidámságról. Life is strange is on. Fotó. I wonder why dad never hangs out with Nick anymore. Oh. Apa már nem lóg többet Nick barátjával. Egyébként a gyerek azt mondta, hogy nem szeretne elköltözni a nagyszüleihez a levél olvasatán. Kár, hogy nem mentünk kirándulni anyával. Soft bullet gun. Meg tudjuk lőni apát a játékfegyverrel. Azt gyanítom, az nem egy jó ötlet. Könyvek. Filmes könyvek. Oké. Még vissza akarok menni gyorsan a szobába. Aztán nekilátunk a feladatoknak. Bár ugye most elég sok mindent megtudtunk, ami gyanítom, hogy fontos a történetben. What if I had real superpowers? I could protect the whole town. Bárcsak lenne saját szuperereje. Na jó, használjuk a walkie-talkie-t. This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Hívjuk a bázist. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Kiszúrtad a halálos hóembert? The storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Vihar van. Yes, sir. A viharban nem látni a hóembert. Thanks, Sky Pirate. Over and out. Köszönöm szépen a információt, kedves bázis. Na jó. Meg akarom dizájnolni a szuperhős ruhánkat. Ó, a tévén tudjuk használni a szupererőt. Szupererővel bekapcsoljuk a tévét. Fogadd az érintésem. Creepy lenne, ha valaki más válaszolna. Igen, az elég érdekes lenne, ha valaki fölvette volna a walkie-talkie-t. Van konzolunk, de ugye már elég viseltes. Dad said he was gonna fix that last month. De azt mondta Fater, hogy majd megjavítja. Right. Egy hónappal ezelőtt. Hát akkor nem konzolozunk. Wish list, kívánság lista. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball. Mit kért a gyerek télapótól? Hot Dog Adventures Playbox-ra, Playbox konzol, rajzolós papír és ceruza, és szeretne kosarazni, tanulni. Ami mondjuk nem meglepő, hogy ennyi kosarat néz a fater. Még nem sikerült szupererővel se bekapcsolni a tévét, de mindegy. Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. Tavaly felrobbantotta a garást a gyerek. Where he hit them. Úgyhogy elvette a petárdát. Azt kéri a fater, hogy vegyem föl a telefont. Hol a telefon? Veszem. Chris, answer the phone, please. Veszem már! Halló, Nessali vagyok, lélekkapitány. Good morning, sir. How are you this glorious day? Okay. Hey, who is that? Nem tudom, ki a fa... Who keeps calling? I don't know. Who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek, and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. A papbácsi hív. And your family about Jesus, our righteous Lord. Fogadd be Jézus. Our church just wants you and your loved ones. Csak szeretni akarja a tested. Spirit? Az a lelked. Just watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. Az Úr vigyáz ránk. Is your mother or father available to speak? Nem tudom adni apát. Who the hell are you talking to? A papbácsi akar moleszterálni, fater, semmi. Mármint, hogy nem. A vallás fontos, nem sértegetjük mások vallását. Csak a papokat. Nyugi.
leraktuk. Ott, mert abban a pillanatban Jézusem volt. De egyből meg akarta téríteni a gyereket. Ejnye bejnye! Ha nem baj, befogadjuk az urat a szívünkbe. Ki akarom inni a szemetet. Ezzel nem újjon semmi. I hate that beer can smell. Tep-tere-tere. Szia, Dana. Ja, ennyi volt a szemét kivitel? Jó van, hát ne erőltesd meg magad tulajdonképpen. Bocsi, Fatel. Beszélgethetünk? Dad. Yes, come on. Aha, észre se vesz, hogy itt létezek. Fűtsünk be. Valakinek el kell látni a ház körüli dolgokat. Legalább a gyerek legyen felelős, nem? Ez fontos. Goodbye, log. Viszlát, kedves fa! Hú, várjál, szupererő! El tudjuk égetni a fát a szupererőnkkel a kályhában. Hát micsoda képessége! Továbbra is állítom, hogy a gyerek pszichopata lesz a Life is Strange 2-re, de én itt most megmondtam, jó? Ezt fontos leszögezni. Apa, ne káromkodj! Eltanulja a gyerek. Hát még a Nessai videókban sincs ennyi káromkodás. Statbook. Ah. Vezeti a statisztikákat a fater, szóval tényleg nagy sportrajongó. Leüljünk vele tévézni egy picit? Hát, ha úgy észrevesz minket. Fatel! Nem annyira. Hát jó. Mi van, megállította? Ó, vezeti a statisztikát. Dad. Továbbra se hajlandó beszélni velünk. Why does he drink that if it just makes him mad? Miért iszik, hogyha csak mérges lesz tőle? Hát igen, szomorú, hogy szegény gyerek nem tudja erre a választ. És nem érti. És az a durva, hogy a faterja sem érti. Dino! Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! Dö-dö-dö-dö. I am more T-Rex. T-Rex. And you are my lunch. Roar! Ha már LeBron elment a Lakershez, így van. Notice me, senpai. Olyan. Na jó. Kimaxoltuk a nappalit? Dad never smiles like that anymore. Ó, szóval a fater is kosarazott. Championship winner 2005. Aha. Dad was so popular. Népszerű kosaras volt fater. Érthető a rajongása a sport iránt akkor. Jó, akkor most már csak a budi van hátra. Mossuk meg szépen a kezünket. A higiénia fontos a szuperhősöknek. Nagyon jó. Tükör. I feel naked without my costume. Kéne már a kosztüm? Jó van, megtervezzük azt, ne aggódjál. De előbb interjúztassuk meg magunkat a tükörben. Hello, Mr. Nessali, hallom, hogy közepesen ismert lett, mint a lélek kapitánya. Hogyan viseli a könnyen jött népszerűséget? Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero. A világ legkirályabb szuperhősével interjúzik. Hello, Beaver Creek. Hello. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Hát mikor győzzük le Mantroidot végre? Mantroid is a bully and a coward. És hogy pózba vágja magát? He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Mit üzenne a gonoszoknak?
Azt üzenem nekik, hogy elpusztítom és felégetem őket a képességeimmel. My message is that Mantroid will never win, and I will find you, and I will crush you. Ez nem fura, hát gyerek! What this town wants to hear. Ez teljesen normális, hát játszik. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? Kik a szuperhősök, akik velem vannak? A szüleim. My parents are my biggest heroes. Szülők a legnagyobb hősök. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay. Nem mondta meg, hogy hogyan szereztük a szuperképességeinket. Be nice and always fight for the team. De nem skizofrén, meg nem 4-20, hát gyerek! Being our hero. And now back to WHERO News. Csak gyerekes. Ú, meg is tudunk borotválkozni. I wonder when I can start to shave. Vajon mikor? Vajon borotválkoznak a szuperhősök? Hát fiam, jön az hamarabb, mint gondoltad. Pipikélni? Nem lehet pipikélni. Ú, és fürdeni? Pancsi-pancsi? Nem, most se lehet. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Makeup! Az kell! Kell nekünk a szuperhős jelmezhez! Transformáció történt. Most már senki nem fog felismerni minket! A Superman megoldotta egy szemüveggel, az nekünk bőven sok. Okay, that's a good start. Na. But now it's time to build the rest of my costume. Okay, akkor most létre kell hoznunk a maradék kosztümöt. Amúgy itt van Fater telefonja, és az egyik feladat, hogy belenézzünk. I'm sure I can beat my high score on Mustard Party 2. És ugye a Mustard Party 2-es. Hát nyomjuk a Mustard Party 2-t. Max megharagszik. I need a pin code. What is it? Ú, de várjál! Mikor volt izé, bajnok? Hát nem számolt vele, hogy 200 IQ-val rendelkező szuperhős vagyok. Nem a trófea. 2005. Ó, sejtettem, hogy már írni fogjátok. Sejtettem. A backseat veszélyes fegyver. Ups. Oké. Nyugi, visszatérünk. Megfejtem a kódot, érted? Behatolunk a Fater hálószobájába, és abból kitalálom. Ha-ha! Köszi, Iggy Pop. Parfüm. Oh. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Anyájé volt a parfüm. Smells just like her. Olyan az illata, mint neki. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Reméli, hogy nyáron majd fog vele baseballoznia apukája. Hát, szép rend van a szobába. Javítsuk meg a lámpát. Hoppá! Egy titkos kulcs? Ooh, the mystery of the secret key is solved. Megtaláltuk a titkos kulcsot a kincses barlanghoz, add ide! Gondolom az a garázs lesz. Király. Az inventorit a jobbra-balra nyilakkal tudjuk. Aha! A jobb felső sarokban látjátok a dolgokat, amiket lootoltunk. Úgy tudjuk megnézni őket. Kotnyek, köszönöm szépen a 4 hónapos feliratkozást. Uram, járnak a pingvinek. Köszönöm szépen. Na, folytatjuk a felfedezést. Igenis, kis uram. Csak megköszöntem itt, amit kell. I'm too old to be measured now. Itt mérickedtek a szekrény oldalán. De már nagy fiú, már nem kell mérickélnie magát. Careful of booby traps. Ó, a szekrényt nyitja a kulcs. Mondom, innen lopunk a ruhánkhoz alapanyagot. Na nézzünk akkor itt mindent. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Ó, akkora sztár volt a Fater, hogy rajongói leveleket kapott. Hát meg egy kis figyelmeztetést az alkoholizmusra. Should we move because Dad couldn't pay for the house?
That sucks. Aha. El kellett költözniük, mert az előző házat nem tudta fizetni a fizetéséből apukánk, úgyhogy kilakoltatták őket. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. És ki is rúgták. Aha. Az alkoholizmusa miatt kirúgták a munkahelyről, és ezért keres most kevesebbet, és ezért dolgozik a vasútnál. Okés. Látját, nem okés. Dad never told me he had a new friend. Apunak van egy új barátja? Talán egy lány? Charles, sajnálom, amit mondtam előző este, csak megharagudtam, hogy nem hallgatsz rám, amikor kifejezem az érzéseimet. Nagyon stresszes a munkám, és tudom, hogy neked is. Ezért akarok jobban a világod része lenni. Utálom azt látni, hogy ilyen szomorú vagy, mikor fel is tudlak vidítani. Szeretnék találkozni a fiaddal, de tudom, hogy talán szégyelsz engem. Ne légy mérges. Remélem rosszul tudom, de... De mondasz olyanokat, amik bántják az érzéseimet. Törődöm veled, ahogy csak lehet, és próbálom megmagyarázni magam, hogy megértsd. Sokat gondolok ránk együtt, remélem, hogy tudod, hogy ez az üzenet szívből jön. A kicsi táncosod, Ódra. Na, fater, hát itt az ideje újra találni valakit, nem szabad magányosan élni csak azért, mert veszteségért, hát a kis táncosoddal bátran. Hát ha... ki tud téged rángatni ebből a szituációból. Dad used to always talk about this basketball. De tök jó, hogy ilyen plusz infókat tanulunk. Oh my god. Actually got me the new egy új playbox! No way. Ezt nem ér kiklippelni. Megvette nekünk a konzolt. De aranyos. Csak megvette nekünk karácsonyra. Úgyhogy nincsen semmi pénze. Szerencsétlen csávó szereti a fiát nagyon. Na jó, ennyit a szekrény titkairól. Ruhát nem találtunk a kosztümhöz, de... infót azt tudtunk bőven. Ó, cigaretta. Fúj! If I smoke in the fortress... I'm breaking the superhero code. Nem dohányozhat, hát az tiltja a szuperhős kód. Ellopjunk egy cigarettát? Dehogy lopunk cigarettát, mi az anyámnak? Így is már rosszul vagyok, amikor látom, hogy beszélni nem tudó gyerekeket, hogy cigiznek. Ne cigizzetek, gyerekek! Tudom, hogy itt vagytok, mert nyári szünet van. Rápcok a kezetekre. They're naked? Whoa. Cici. Butts and boobs. Milyen kreatív az újság neve. A képernyőn Krisztál látható. Hello, Krisztál. Na ezt miért nem tudom ellopni? A cigit bezzeg el lehet lopni. Én ezt lopnám el. Hát na. Ott egy doboz. Shoot. That's way too high for me to reach. De nem érjük el. Hát, majd hozok egy szép széket, és használom a szupererő képességeit. Mi? Szóval a szupererőmet. Nem lehet lapozni? Nem, sajnos. Egyoldalas volt az újság. Dad was so angry at the police. Ó, ezek is levelek. Oké, a rendőrfőnökkel veszekedett levélben. I remember Dad yelling on the phone a lot. Ó! Egy nyomozásról vitatkozott a rendőrrel, és a fater azt hiányolta, hogy nem mozgósít elég erőt a rendőrség. Gyanítom, hogy valami olyan után nyomozott a rendőrség, ami érinti a családot, tehát gyanítom, hogy anya után. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Kedves Mr. Erickson, sajnálattal értesítjük, hogy az utcai megfigyelő rendszer adatai
Nem érhetőek el az Asteroid Drive és a Mental Street. Igen, nek, sem a nyilvánosságnak. Ha csak nem kap hivatalos felhatalmazást. Szóval nem tudnak segíteni rajtunk. Oké. Ez fontos tudni, tehát apa levelezett a rendőrséggel egy nyomozásban, hogy adjanak ki neki plusz információkat, amiket nem kapott meg. Oké. Formálódik a mi kis történetünk, emberek. Gatya. Mit csináljunk? Only the new magnetic waves of my cleaning machine can save these pants now. A neomagnetikus mosógébe behelyezzük a gatyát, és minden rendben lesz. Hát, hogy ez nekem hogy nem jutott eszembe? Hoppá, volt egy ökölnyom az ajtón, csak nem kattintottam rá. Fater belevert ököllel az ajtóba. Az látszott. Na, kell a neomagnetikus mosógép. Hey buddy. Hol volt? Can you bring me a beer? Hozzak neki egy sört. Szerintem már elég volt. You already drank a lot of beer. Thanks, bartender. Now get me the goddamn beer, okay? Nem. Mi van, ha nem mondok semmit? Nem kapsz sört. Nem vagyok a csicskád, így is kitakarítottam. Nem támogatom az alkoholizmust. Nem mondtam semmit. Nem viszek neki sört. Szóval, mosókonyha. Igen. Nem ez a mosókonyha? Volt a fürdőben mosógép? Nem emlékeztek? Ó, várjál, light switch. Aha, ez az. Mossuk ki apagatyáját. Nem tudom, hogy miért, de mostanában úgyis ilyen takarítós játékok vannak, meg minden, érted? Kimosó. Szemét ruhák, most megtanuljátok a leckét, és tiszták maradtok. Valójában elég szomorú, amit csinálok, így a gyerek szempontjából, de ebben most inkább nem gondolok bele. I hope I set this right. Hát reméljük, hogy nem tesszük te... Nem kellett volna beleraknom olyan dolgokat? That doesn't want to set up Christmas decorations yet. Karácsonyi dekoráció. Nem akarja felrakni apa a karácsonyi dekorációt, mert anyára emlékeztetik. Sötét szoba. Don't be afraid. Go in there and turn on the heat. Fél ettől a szobától. Put on your magic cape. Fel kell öltöznünk, hogy ide bemerjen menni a fiú. Na jó, beraktuk a mosást is. Lekapcsoljuk a lámpát. That's nice, Chris. You're better than a housekeeper. Just don't ask for a raise. Megdicsért minket a fater. Mantroid must be in the area. Laptopot tudom használni. Hot dog man. I can't... Whoa, is he getting us tickets again? Best dad ever. Ó. Vesz jegyet is? A fater valami meccsre? Ja nem erre, a izére. A hotdog emberre. Ja nem, a Hero Conra. Ó, fasza. That'd be a blast being a freight hopper. Choo-choo. Okay, a tinikkel gond van a megyében. Oh, those are dad's pages. Ó, kosárlabda statisztika, oké. Ez nem sokat segített. Még mindig nem tudjuk a kódot a telefonhoz. Minden esetre most már tényleg öltözetet kéne találnunk. A szuperhős jelmezünkhöz. Ahhoz meg gondolom, itt lesznek dolgok. Viking book, nem. Képregény. Kosárlabda. Kenyed neki! Airball. I should ask dad to show me again. Oké, hát még egy kis tréningre szüksége van a gyereknek. Na. Ott van a szuperhős. Ott van. Tö-tö-tö-tö!
A szuperköpeny. I can feel the energy flow through me. I have the power. I have the power. Yes. One more piece and I'm almost done. Na még egy darab ruhadarab kell és kész vagyunk. Király! Nyilván! Komiroli, köszönöm szépen a 7 hónapos feliratkozást. Járnak a pingvinek, természetesen a cseten. Köszönöm a régóta való velem tartást. Respect. Playtime all the time. Márton, Szabina, köszönöm szépen a feliratkozást. Üdv itt köztünk. Köszönöm a támogatást. Neked is járnak a pingvinek. Természetesen. Köszi, köszi. Hello, Pingvin császár. Jó játékot neked, 200 IQ forever. Mostanában elvisz a sok meló és fáradt vagyok, de igyekszem gyakran itt lenni veled. Négy jó, pingvint a lapcsi mosolygós fej. Doki, köszönöm szépen a csírt, haver, pihenj csak amennyit kell. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És köszönöm Cybers az 5 hónapos feliratkozást. Hello, Föni, beugrottam egy sörre. Egészségedre! Úgy legyen. Köszönöm szépen Cybers neked is. És a jelenlegi bosszunk nem más, mint V. Kristóf, aki új feliratkozóit köztünk, szintén akárcsak Szabina. Köszönöm szépen, Kristóf, a feliratkozást. Járnak a pingvinek a csetre. No, még egy darab jelmezrész kell nekünk. Adventi kalendár! Adj egy csokit! Jeez, good job, chocolate hog. Fater megette a csokit. Vagy én ettem meg előre. Hát akkor nincsen csoki. Vajon mi kell még? A maszk már megvan. Gondolom a heavy armort kéne még összeszednünk valahonnan. Ó, de szép a kert. I can't wait to go back inside the flying fortress. Mindjárt megyünk ki játszani, nyugi! Lehet, hogy ott lesz a ruha. Mindenféleképpen fel fogjuk fedezni, megtaláljuk és magunkévá tesszük. A jó értelemben, természetesen. Visszamegyek egy picit apa szobájába. Mert idegesít, hogy a 200 IQ-mmal nem jöttem rá, hogy mi a PIN kód. Gondolom anyával kapcsolatos a PIN kód. Úgyhogy arra kéne. I know this drawing sucks, but it's cool that dad put it here. Hát itt évszámok vannak ugye mindenhol. I'm too old to be measured now. 7 éves koromig lett mérve 2014-ig. Itt meg átnéztem mindent. Dad never told me he had a new friend. Wow, dad had fans. That's so we move because dad got fired. Ezekben nincs olyan fontos dolog, ez a kiköltözésünk volt. Jó, akkor nem misszeltem semmit. Már igazából a nyomozás évét megnézhetem még egyszer, bocsánat. Azt még meglesem. Egy pillanatra. 2015. A nyomozás éve. Jó. Ez meg már 2016. Jó, akkor nem ez lesz az. Akkor majd ki fogjuk találni. Ne aggódjatok. Továbbra is kerüljük a backseat-et. És ugye itt az ökölnyom. Fatelmérges lett. Igen, a gyerek meg fél tőle. Mármint, hogy ijesztő számára, amikor az apja ideges. Ez nyilván nem meglepő. Jó. Szerintem menjünk ki. Igazából itt benn már mindent megcsináltam. Még tejet nem vettem ki, de azt nem is akartam. Poharat eltörtem. Amit el lehetett, azt elpakoltam.
Gondolom a mosást nem kell kivenni, azt csak el kellett indítani. Oké. We never use this door in winter because of the snow. Ó, ezt az ajtót nem használják, mert túl sok a hó odakünn. Még a szuperhős jelmezem utolsó darabja sincs meg. Lehet, hogy az kint lesz. Itt azért az kell a kabát. Meg a cipellő. Csak nem megy a backseat. Aki backseat-el, nyugodtan mehet a ban. Tehát, hogy most mondtam el, hogy ne segítsenek. De jó ez a zene még mindig. Tudjátok, a vitákat, a nézeteltéréseket szeretjük, mert építnek bennünket emberileg. Az ostobaságot meg nem. Ez ilyen egyszerű. 114-es házba lakunk amúgy, de az kicsit gagyi lenne, ha az lenne. I can't wait to get a real pine tree this Christmas. De amúgy most ez az öltözetünk? Ó. Szeretne megint fát, mint anyával. Nem, még kell a body armor. Na nem baj, majd megtalálom. Takarítsunk-e havat? Az összes házi munkát megcsinálom, csak a gyerek saját vágyait nem tudom megoldani. Captain Moderator has arrived. Így van. Én vagyok lélekkapitány, a szuperhős csapatom tagjai, pedig a pingvinek és a moderátor kapitányok. Best. Köszi, Fanny. Nekem is ki kelleni festeni magamat? Jó van, már késő van. Hétfő este van. Benne vagyok én a hülyeségekben, de na. Most a tetkót se volt időm fölrakni, de a szándék meg volt bennem. Az a lényeg, nem? Na, ezzel lehet csinálni valamit. Nothing can escape the deadly aim of the beer hunter. A sörvadász. Én leszek a sörvadász. Ó. Dobálósat játszhatunk. De kéne valami csúzli. Vagy labda. Azaz. De legalább light shirt iszik a fater, tehát figyel az alakjára, ezt fontos tudni. Jap, meg tél van. Kéne valami labda, mivel dobjuk le? Úristenem. Jó, látszik, hogy hülye vagyok, bocsánat. Igen. Telibe. Nehogy már kettő fönn maradt. Alul kellett volna kidobni. Hé! Hey! Nice miss, loser. Telibe kaptam. De szemét ez a játék. Na látjátok, ezért nem játszunk FPS játékokat annyit. Itt a magyarázat mindenre. Nem röhög! Jó ötlet az üveg előtt dobálni. Bedobj... Na, nem, ez csak hógolyó. Nem jeges, csak puha hó. Captain Spirit, mit jelent az ott bal fölül? This logo appears when a task has been completed. Ja, megcsináltunk egy feladatot. Aha. Itt van. Ez az, megállítottam a sörös üvegeket, hogy átvegyék az uralmat a világ felett. Király. Na nyugi, akkor idővel majd minden feladatot meg fog csinálni, gyanítom. Nézzük, megjött a levelünk. No way. For family fun, come play with your gun. Best mondóka EU, vagy hát USA. Gratulálok a fegyvertartásotokhoz. Bár mondjuk ez ennél kicsit bonyolultabb kérdés, nem akarok most ebbe belemenni, bocsánat, akit megsértettem vele, nyugi. Na, mi van itt? Hát, van egy saját bejáratú szeméttelepünk, ez mindenféleképpen elismerésre méltó. La 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 la, Christmas rules bring me presents.
Fá-lá-lá-lá-lá, a karácsony király, hoz nekem ajándékot. Gyakorlatilag a legjobb gyerekmondóka ever. Én is ezt fogom nyomatni. Kuki? Ne már, hát milyen szép kertje van a szomszédnak. Reynolds. Ó, az ő telefonszáma van fölírva a nappaliban, a szomszédé. Akkor ő a Reynolds. Ott van a fő ellenségünk! Ott a gonosz hóe, nehogy észrevegyen minket. Még nem állok készen, hogy megküzdjek vele, hát még nincs meg a teljes páncélzatom. Ú, de gonosz. Hát nézzetek rá. Egy igazi fő ellenség. Hát ne mondjátok, hogy csak én félek. Hát milyen félelmetes. Egy keze van. És valami náci szimbólum van a nem, nyugalom. De hogy valami szimbólum van a mellkasán. Azt a mindenségit. Azt a büdös mindenségit. Dad won't fix this one because it's too dangerous to fix. Apa nem javítja meg a hintát, mert túl veszélyes megjavítani. Mi veszélyes egy hinta megjavításában? Kifogás. Ryan Reynolds rakik a szomszédba. Igen, az kéne még. Na másszunk föl a bázisra. The Flying Fortress. A Flying Fortress, a repülő bázis. A repülő erőd. Ez az. Hát, ha ott van a páncélom. Mennyi XP-t adhat a boss? Na, ez a kérdés. De fel kell készülni az ütközetre, srácok. Na, mi van a srácnak a kuckójában? Az sokat elárulhat. Noctared, ő is egy gonosz. Sorry, I destroyed your father. But he was a supervillain. Az apját pusztítottuk el, a lila bogarat. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés volt. Nagy bogárölés. Egy baba. Dad keeps telling me this is a girl's doll. Hát elég csajos. So she's the ice queen. Ő a jégkirálynő. Aki saját bejáratú Elzád. Hát egy picit tényleg, cics, de mindegy. Ó, és itt van Sky Pirate. Hát vele beszélgettünk a Wokitokin. Hát ő tartja itt fönn a rendet. A fortress looks safe since we last talked. De keményen föl van készítve. Beszéljünk vele. Sky Pirate, what's the situation since your last? Mi a helyzet? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. Megvédett minket a mágneses mező a vihartól. Lucky to have you. Keep up your good work. Király, király vagy Maci? Fizz bám. A Maci a legkirályabb, az fontos. Nyilván. Nyilván, kopasz, uram. Köszönöm a 4 hónapos feliratkozást. Nesze te szemét, Vénesajongji. Nesze te szemét, az a mondók. Köszönöm szépen, kopasz. Maybe I should get a butler. Az mó barátom, köszönöm a 14 hónapos feliratkozást. Azt a mindenség. Hoz a 14 hónap, élő adásban nyomom be ezt is. Ez az igazi Inception, V. Ó, jó streamelést, az mó. Köszönöm szépen. I sense danger. Mantra must be married. Marci, köszönöm. Hello, Nessai, hogy vagy? Csak egy tip, a Jurassic Park game-ré visszaterve. Próbáld a dinó ketreceket a Medical Center kor tenni, és ne ósz-e vissza. Mert ha betegek a dinok, ne járjanak az emberkek egyik vegetól a másikig. És a holet meg a bobtok meg stb. Azt masik felere, csak tipp nem. Köszönöm szépen, Marcia Csírt. Tudom, Kotnyek, itt voltam, be is olvastam. Mi van, Kotnyek, itt áll? Üdv mindenkinek, aki megy, szia Tigra, szevasztok, és üdv mindenkinek, aki most... Úristen, Mantroid rám küldte a rontást! Le kell győznem a szuperképességeimmel Mantroid átkát.
Jó bulást, Kotnyek, ne viccelj. Ne, csak azért mondtam, hogy tudjál róla, hogy itt voltam, beolvastam, meg minden, ne vicceljél velem. Alap. Bocsánatot kívánok mindenkitől. Egyben vagyok. Legyőztük a kort. Ja, hoppá, bocsánat. Itt vagyok. Na! Ha! The citizens have no idea Captain Spirit is watching over them. Secret stash! Mi van itt a kis széfünkben? Apa sem találhatja meg. A titkos széfünk. Hát nyissuk ki! A szuper erőnkkel! Kicsit fogyinak néztek, mikor így kiadom a... Beleélem magam a játékba, jó? Szezám, tárulj! Hogy kinyitotta a Jedi erejével? Oké, lássuk, mi van itt. I loved watching Mom draw her comics. Ó, anya képregényeket rajzolt. Akkor gondolom, minden a gyerek képregény imádata. Mit főzöl nekem, drága Valentínom? A kedvenc ételedet. Pizza! Boldog Valentin napot, drágám. Nem tudom, anyának elég szar humora volt, vagy ja, ez ilyen romantikus. Oké! Tudtam én, hogy nem értek a művészetekhez. Baseball kártyák. These are my favorite baseball players. A kedvenc baseball játékosok. Bár a statisztikákat nem érti, ugye? Mindig gyűjtöttük a kártyákat, és nem értettük a statisztikát rajta. És az autós kártyánál meg azt hittük, hogy amelyiknél nagyobb a fogyasztás, az az erősebb, ugye? Ugye? Ugye, hogy úgy volt? Na ugye. Tudom én. Minden tudok. Úristen, mi ez a csíreső, uraim? Küldöm az energiát a kriptonit ellen. Köszönöm szépen, Bidi a csírt. Köszönöm szépen. Nem, Tibor, van benne valami, amit mondasz. Pézsére, kacsintófej, amúgy az én anyukám nem rajzolt képregényeket, és mégis imádom őket. Ó, Nemes Károly, köszönöm szépen az e-havi szó csírt is neked. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hát igen, a képregény imádat az... Mondjuk hát most ugye újra divatos, gondolom, a filmek miatt, de nekem is volt pár képregényem, pedig nem volt ilyen kötődésem. Régen mondjuk még nagyobb divat volt, de embere válogatja. Oké. Nice. Iskolai levelek. Ajjaj. Harry did say mean things about dad, but I can't let him see this. Kedves Mr. Erikson, azt akartam mondani önnek, hogy a fia Chris verekedésbe került a fiammal Harryvel és a barátaival ma iskolában, ezen a héten az iskolában. Chris azt mondta, hogy csúnya dolgokat mondtak magáról, de Harry szerint ő nem az a fajta gyerek. Mint tudja, Harry egy kitüntetett diák és kis cserkész. Talán beszélnie kéne Chris-szel a viselkedéséről. Ha ez a zaklatás folytatódik, beszélnem kell az iskolával. Hát a zsákomat nyeles mozdulatokkal tessen kényeztetni, Mr. Brett Sorber. Tudja, hogy a fateromra csúnyákat mondtak. Ezt abban a pillanatban jött, lélekkapitány, keresztfogás, bakmok, azóta nem mondanak csúnyákat a többiek. Na, jó tudni, hogy kemény a gyerek. This is my worst report card. I'm doing better now. Ezek meg a jegyei. Négyes alá, a D az mi? Az kettes, hármas három fölé, és ötös. Elective art, tehát művészetből jó a gyerek. Lásd képregényes hagyaték anyától. Azt mondta, hogy ezek a legrosszabb jegyei, azóta jobban teljesít. Mondjuk ez 2015-ös, úgyhogy logikus. Jó, és akkor a lényeg, titkos dekóder. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Ezzel lehet felfedezni a térképet, a teljes térképet. Nagyon jó. Megvan a dekóder.
Okés. Szezám zárulj. Olyan van, hogy szezám zárulj. Régi tál. Miért van ott egy öngyújtó? I had to rescue my old cereal bowl after dad used it for an ashtray. Ja, hamutálnak használta. Ja, ellopta apukája öngyújtóját, hogy ne tudjon cigizni. Az mondjuk úgy már érthetőbb. De milyen jó, hogy nem loptunk el egy cigit, itt rá lehetett volna gyújtani. Valaki amúgy beírta a csetre, hogy ott a szomszéd. Captain Spirit will always protect you. Nincs is ott a szomszéd. Na nézzünk ki a kiülőkénkre. Biztos becsokiztak a kisrác Jedi erejétől, és ezért csak egy fenyegető levelet voltak képesek írni. Lehet amúgy cigizni a gyerekkel? Milyen jó, hogy nem vettük el a cigit. Nem csinálunk belőle a hippit, mint a lányokból. Ez egy jó gyerek. Egy szuperhős. Copyrightos zene le fogja tiltani, pedig végighallgatnám. Mert tök szép, ne haragudjatok, de le fogja némítani. Mondjuk, hogy csak lenémítja. Na mindegy. Bocsánat. Jó! Bázist átkutattuk, mehetünk. De szerettem volna egy ilyen saját faházbázis, de lakásban körülményes lett volna. Christopherus, én is mindig erre gondolok. Lakótelepen nem annyira volt kivitelezhető. De legalább a játszótéren tudtunk fát mászni. Én mindig így állok a dologhoz. De ja, azért mondom, törvénybe iktatnám. Minden gyereknek jár egy ilyen kis faház. Na! Készen álltok? Megküzdeni? A gonosz hószörnyel? Mert én most megadom, ami jár neki. Harcra fel! Snowmancer? I can't fight Snowmancer looking like this. No fair. Ó, így nem harcolhatunk vele, mert túl csúnya. Újra kell építeni, és nézd meg, cigiből van a haja. Építsük újra. Oh, Snowmancer. This is sad. Milyen szomorú. You're a good enemy. Look at you now. Egy jó ellenség szoktál lenni. How are you supposed to train me to fight Mandroid like that? What can we do? Mit csináljunk veled? Egy emberi roncs vagy. Egy szaralak. Pedig régen egy nemes ellenség voltál. Jól láttam, egy ablaktörlő a karja? Mi az? Az egy ablaktörlő, nem? Na! Küzd meg velem! Haszá! Az a zene! Yes. Úristen, de izgalmas! És tényleg Jedi ereje van a gyereknek, hallott? Kiesett a szeme. Hogy csinálta? Ez egy űrlény. Hát valaki hívja a rendőrséget. Now the snowmancer is ready for battle. Hát de legyőztem. Kell lenni fog valami fegyver. Ez így nem adta be a küldetést. Ugye? Nem adta be. Ha. Majd szerzünk valami fegyvert. De miért nem csinálsz egy hógolyót, vagy valami? Na, oda se neki. Körülnézünk itten. I bet the ice giants are watching me. Waiting. Figyelnek a jéglények, úgyhogy óvatosan. Creepy tree. Egy ijesztő fa. Oh my god, the lake demon is rising. Ja, hogy ő a tó démonja, tényleg. De hülye vagyok. El is felejtettem, hogy él egy démon a tóban. Nézzük meg a kocsit. Itt parkolt a garázs előtt. Ó, de nem hoztam ki a garázs kulcsot. Azt akkor ellopom gyorsan bentről. Just a moment, everybody, just a moment.
Tényleg rohadt jól néz ki. Rohadt jól néz ki a játék. Like we used to with mom. Igen, tudom, már mondtad, hogy szeretnél egy igazi karácsonyfát, mint annó anyával. Azaz, szépen leporolod a lábad, ügyes gyerek vagy. Mert neked kell föltakarítani utána. Elaludt a fater? De meglepő. Hol volt a garázsó kulcs? Valahol láttam a garázs, ott van. Adja ki de szépen? Mine. Mine. Köszi, köszi! Na jó, és ha már megvan a titkos dolog a... I hate seeing him like this. Nem szereti így látni. Hát... Nem csodálom, kölyök, nem csodálom. Ezt a sarkot nem is néztem meg. Ó, kocsikulcs! Hoppá! Epic loot. De azért akkor most már körülnézek ám. Én az a srác vagyok, aki körülnéz. Nem? Nem? Nem lehet elvenni a viszkis üveget tőle? Nem. Na mindegy. Oké. Okay. Jó, hát akkor menjünk ki megint. Ja nem, a térkép. Titkos térképünk a szobában. Az font, hol ott van. Megfejtjük a kódot. Time for Captain Spear to put these pieces together. Na figyeljél, 200 IQ-val rendelkezem, egy 5 éves kölyöknek a izéje nem fog ki rajtam. Mantrói támad! Ma... Úristen! I have to place it right. Bocsánat. Nyilván! Jaj, köszönöm szépen Piri TV a Prime-os feliratkozást! Üdv itt köztünk! Járnak a pingvinek, és üdv a boss pozícióban is egyúttal! Köszönöm szépen! Nem vagyok ja de lehet, hogy amúgy megfáztam most. Na, forgassuk a térképet, bocsánat. Szóval... Ott az út lesz. Ó, és köszönöm Iggy Pop neked is a feliratkozást. Szintén járnak a pingvinek. Na figyelj, vonalak, igen, és körök. Megfejtem, hiszen mondtam, hogy okosabb vagyok, mint egy ötödikes. Igen. Ja, de várjál, vannak számok. Csak most látom, ott egy kettes. Hol az egyes szám? Egyes számot nem látom sehol a térképen. Igen. Nem vagyok hülye. Biztos, hogy így van, mert így vannak a számok. Igen. Igen. Nem vagyok hülye. Rá fogok jönni, nem lesz 5 millió perc, mire rájövök. Nem vagyok hülye. De most... Igen?
Nem. Jó, na jó. Szóval ott az út. Lehet, hogy az a bejárat? Nem. Nem? Akkor hova jöhet még a út? Jó, de amúgy a számok biztos nem fejjel lefelé vannak. Akkor itt az út. Igen. Vagy ott. Igen. Nem. Nem. Basz meg. Vagy lehet, hogy a számot kell a körbe rakni? Ja, igen! Aha, hogy a számok be legyenek karikázva! Hát elsőre kitaláltam! Egy pillanat volt az egész, srácok! Hát mehet a 200 IQ spam! Hát én voltam az első! Lefogadom, még egyikőtök se találta ki a cseten és lett kitéhozva, mert backseatelt, ugye? Hát én voltam az, nagyon jó! Köszönem szépen! Istenem, de hülye vagyok, bocsánat, srácok, ne haragudjatok! De meglett, jó? Meglett. Ja, Istenem. Jó. Tehát a treasure map is not secret anymore. It's mine. Hát az első lépés az a Flying Fortress. A kettes lépés az a Maze of Doom, a halál útvesztője, vagy a végzet útvesztője. A hármas az a hóember lesz szerintem. A négyes meg megint a bázis. Hát ez baromi logikus. Köszi az infót. Mindenesetre az a Maze of Doom kell nekünk most. Mindenféleképpen. Úgyhogy menjünk ki megint. Bocsánatot kér. Tündérhapci, elnézést, bocsánat, bunkó vagyok, ne haragudjatok. Jó, szóval itt kimegyünk, és ott van a halál útvesztője. Az volt a kettes. De hát a izében már voltam, szóval most ide kell jönni. A halál útvesztője. Vagy Doom, nem halál, Death, hanem Doom. Igen. Igen, hogyan tudok ide behatolni, mint olyan? Ugye hát ez a kérdés, ez felmerül bennünk sokszor, tudjuk, hogy hogy van ez. Esetleg itt? Aha! Gyerünk, ne félj! Légy bátor, Chris! Senki nem állhat az utadba, hiszen egy hős vagy. Az gáz, ha én félek? Hallod, hogyha jumpscare lesz, lefejellek! Go left vagy go right? Csak a jobb. Úristen. Mennyire para. Micsoda veszélyek leselkedhetnek itt ránk. Várj, hogyha megint jobbra megyek, akkor körbe megyünk. Akkor bal. Mármint, hogy még nem, de... Vagy lehet, hogy a nyilak azt jelentették a térképen? Ó, bassza meg. Ez probléma. Oda kellett volna. Várja, nem tudom megnézni. Nem, semmi baj. 200 IQ-val rendelkezem, megoldom ezt is. You better look at that map again. Hát nézze meg a térképet. Jó, hát én értem, hogy rajta volt, de most... Tetya. Most menjek vissza megint! Hát a nyilak úgy mutattak, hogy balra... Az egyes volt, az balra mutatott az első nyíl. A kettes az jobbra mutatott... A hármas az megint balra mutatott. És azt hiszem a négyes is balra mutatott.
Ha nem jó, akkor kijövök és megnézzük még egyszer. Haha! 200! Szeretném megköszönni anyukámnak, hogy megáldott. Hallod, egy darab csőbe mászkáltál? Hát micsa, mi? Milyen? Copyrightos zene, hopp, elfelejtettem énekelni. Kérlek szépen YouTube, ne tilts le. Szeretném, ha hallanák a nézőim. Na la 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 la. Ott egy közös kép anyukánkkal. Ez egy picit szomorú. Légy szíves, YouTube, kérlek szépen, ne tiltsd le. Hadd lássák a többiek. Ó, és ott is van egy képregény. És egy közös karácsonyi képregény. Jaj, de hosszú ez a zene. Elrontom a pillanatot. Ó! Oh. Szegény srác. Itt tartod az emlékeket kinn a kertben? A Doom of Maze-ben? Ne szállj králj. Igen, Adri, tudom, hogy ki lehet venni a kopi zenét a beállításoknál, de akkor meg csönd van. Az még annyira sem megható akkor, mint hogyha rábeszélek. Hiányzik anyukájának a mosolya, azt mondta a kölyök. Jó, megtaláltuk a treasure-t, úgyhogy ez a küldetés is készen van. Még egy lépéssel előrébb. Irány a garázs, meg az autó. Tudom, hogy ki lehet kapcsolni a zenét, srácok, csak... You know. Azért az úgy mégse ugyanaz a feeling. Kifelé bezzeg, milyen könnyű volt. Amúgy igen. Na, nyissuk ki. Le garage. What made that noise? Itt van egy ellenség. Egy csótány ember. Nem látok semmit. Tetya, csak van egy villanykapcsoló bejárat mellett. Na ugye. Logika. Op. Logika. Igen, régi könyvek. Ja nem, régi doboz. Mrs. Emily Erickson. Ja, anya ide ment iskolába. Mom didn't go to art school because of me. But she was already an amazing artist. Ó, művésziskolába járt anyukája. Oh wow. I remember when mom drew that and dad couldn't stop laughing. Good night, jó ét, drágám. Step 2. Alszanak. Step 3. Takaró lopás. Drágám, megint megfáztál. Tudtam, hogy több gyümölcsöt kéne enned. Ennyi. A lányok takaró rablása konfirmálva van konkrétan. Ennyi. I don't get this one. I'm too young. Nem érti, mert még túl fiatal. Hin hin ho hin. Az ön dolga, Mr. Rendőr. Oh. Én értem! Migiri. Azaz, Migiri. Nyilván. Nemes Károly, köszönöm szépen a Tier 2-es subgiftet VT Dach-nak. Nagyon szépen köszönöm, VT Dach. Üdvít köztünk, járnak a pingvinek. Na, miután mindenki megértette ezt a kis humort, menjünk tovább. Mom and Dad always talked about how they met at school. Ó, suliban találkoztak.
Neighborhood Watch, The Jock and the Artist, Emily Wyatt and Charles Erickson. Aha. Ahol ugye apa kosarazott, anya meg művészetet tanult. It was weird having my mom as my kindergarten teacher, but fun. We love you, Miss Erickson. My first picture looks so tiny and weird. Maybe I'm an alien baby. Ó, de hülye vagyok, lehet, hogy a gyerek születési éve a fater PIN kódja. Azt meg vissza tudjuk fejteni a magasságmérésből. Na, ezt észbe tartjuk. Ez most csak erről a baba fotóról jutott eszembe. Jobb későn, mint soha, mi? Festék. Ú, be tudjuk festeni a kosztümünket. Hát ahhoz meg kéne találnom az armort, de mivel hülye vagyok, ezért nem tudom. Ó, basszus. If dad used a padlock, he wants to keep me out. Jó, nézzük meg a 2005-öt itt is. Yes! Boom, baby! First try! Ó, oh, itt vannak a petárdák! Thanks for storing my explosives, chief. Azt visszavesszük. Köszi, now köszi. I'm ready to rock. Sorry, dad. Bocs, apa. Itt játék veszi kezdetét hamarosan. Ó. Oh. Egy helyi nőt megöltek egy... Á, hogy mondják a hitenránt magyarul? Nem is tudom, hogy van-e magyar megfelelője ennek a... cserbenhagyásnak. Cserbenhagyásos gázolás? Úgy hívják magyarul? Az. A rendőrség szemtanúkat keres egy cserbenhagyásos gázolás miatt, amely 2014. december 16-án este 4:08-kor kedden történt a Mental Street és az Asteroid Drive sarkán. Az áldozat Emily Erickson, 28 éves, Beaver Creek-i oregoni lakos, átsétált az autójához, amikor szemből elütötte egy azonosítatlan gyorshajtójármű. Utána maradt egy férj és egy fiú, akik nem voltak a helyszínen akkor. Anderson kapitány azt mondja, hogy a kamerák fontos nyomokat rejtenek, kamerafelvételek. Gyilkosságként kezeljük az esetet, mondta a rendőrfőkapitány. Bárki, aki információval szolgál az incidensről, névtelenül hívhatja a Beaver Creek-i rendőrségi forró vonalat az 555 stb. Számon. Szóval így halt meg az anyukája. I know dad spent a lot of money on the funeral. Oh. Tudjuk, hogy apa sokat költött a temetésre. Emily Erickson, 28 éves, szerető feleség, anya és lány. Elhagyta világunkat túl korán, december 16-án 2014-ben, Beaver Creekben, Oregonban. Emily Eugeneben, Oregonban született január 25-én 1986-ban, Peter és Kristen Wyatt gyermekeként. Egy elhivatott művész volt már az óvoda óta, és a legjobb volt az osztályában a Eugene gimnáziumban. Rengeteg helyi művészeti versenyt nyert meg, és ösztöndíjat is kapott a Blackwell Akadémiára, Arcadia Bay-ben, Oregonban. Rémlik ez a név? Miután lediplomázott, visszament Eugene-be, ahol összeházasodott a college, igen, magyar szavak, szerelmével Charles Erickson-nel 2006. május 1-én. Emily és Charles Beaver Creek-be költöztek 2007-ben, ahol tanítani kezdett az óvodában fiatalokat, hogy inspirálja őket a művészetekben. Emily és Charles gyermeket is a világra hozta, Chris-t, aki február 8-án 2007-ben született. Emily őszinte és humoros online képregényei a családjáról
ismerté tették. Túlélte őt férje és gyermeke Krisz és szülei Péter és Kristen. A temetést délben rendezik december 20-án a Eugene Willow Hill temetőben. A család és a barátok meg vannak hívva, hogy lerólják végső tiszteletüket. Oké. Ezt is tudtuk. Ezt is megtudtuk. Igen, és szintén érdekes párhuzam. Jól írod már, hogy ugye Chloe faterja is jármű szerencsétlenségben halt meg. Ez eszembe se jutott, de teljesen jogos a megjegyzés. Ebben a levélben annyi dátum van, ami mind a faternek a PIN kódja lehet, úgyhogy próbáljátok megjegyezni és segíteni. Szóval ami szerepel dátum, az ugye az egyik dátum a halála, az december 16, 2014. Tehát lehet a 09.16 meg a 2014, lehet a 01.25, január 25 akkor született, lehet az 1986, az a születési éve. És ugye Chris születése 2017 február 8, 2007 február 8-a. Illetve lehet a házassági dátumuk is, ami május 1-e 2006. A temetés dátumát nem hiszem, az egy kicsit morbid lenne. Jó. Én arra tippelek, hogy hát a 0916 az kicsit morbid lenne a halál dátuma, a PIN kód. Inkább a gyerek születési dátuma 0208, vagy a 0501 a házasságuké. Jó. És a nagyszülők levele utolsó. Grandma and Grandpa fontos infóként. So nice. I wish we saw them more. Nagypapa és nagymama olyan kedvesek, sajnálom, hogy nem látjuk őket többet. Vagy nem látjuk őket elég gyakran, mondja Chris. Kedves Charles, köszönöm szépen a kedves üzenetet a virágokkal Kristen születésnapjára. Mindig sokat jelentenek, amikor tőled jönnek. Hiányzol nekünk, és szeretnénk látni, ahogy Chris felnő. Mint te, mi is nagyon hiányoljuk Emilyt minden nap, minden órában, minden percben. És tudjuk, hogy a gyász az élet része, úgyhogy tudd, hogy gondolunk rád gyakran. Mindig itt vagyunk neked, ahogy te is mindig itt voltál nekünk örökké. Kérlek, maradj velünk kapcsolatban, és tervezzük meg, hogy mikor találkozunk legközelebb. Családtag vagy, és mindig itt vagy a szívünkben. Szeretettel, Peter. Nagyfater írta ezt válaszlevélként, miután a nagymamának küldött a fater, szóval az ő anyósának virágokat a születésnapjára. Köszönöm szépen Lefente a két hónapos feliratkozást. Második hónap tetty, köszönöm szépen, járnak a pingvinek természetesen. Köszönöm Lefente. Köszönöm szépen Bence a 7 hónapos feliratkozást, kitartást, velünk tartást. Ilyen későn és még itt, ráadásul life is strange. Már is bearanyoztad a napom, ne szölálj, barátom, mosolygós. Köszönöm szépen, Bence, respekt, haver, köszönöm. És köszöntsük új feliratkozónkat, Sasa08, köszönöm szépen, hogy csatlakoztál hozzánk, járnak neked is a pingvinek. Köszönöm a bizalmat, és üdv a boss pozíció. Ki volt ez? Ki ez a bunkó? Szóval üdv a boss pozícióban. Köszönöm szépen. Jó. Ennyit a szekrényről. Hát durva volt, fiú, durva volt. Kicsit sok új információ volt most ez, bocsánat. Itt tudunk barkácsolni, de egyelőre ez nem feladat. Dad never threw away mom's hiking boots. Ó, anya hegymászó cipői. Megmaradtak. Ne felejtsük el, hogy itt van még a spray paint. És hogy melyik volt az inventory? És hogy van egy autókulcsunk, most előre megyünk az autóhoz, illetve vannak petárdáink, amivel a hóembert jól el tudjuk pusztítani. De egyelőre
Ennyi, menjünk az autóhoz. Sok volt a kóla. Nem is vizet iszom. Na jó, meg kólát is, de azt most nem. Oh, I could use this to make some cool armor. Na! A sörös dobozból használhatjuk. Abba a pillanatba. Sörkapitány. Hú, oda néz a heavy armor. My suit is almost ready. Majdnem kész a ruhánk. Ó, csak le kell festeni. Na megyek, lefestem. Ú, azt a bádi armort. Hát a 9 millis megfogja. Hát a sörös doboz az minden. Hát már csak személyesen nincs ilyen postás megoldás egyelőre a kérdésedre válaszolva. Még nem sikerült ezt megoldani. Na, fessük le a páncélunkat. Jobb, mint a pen. Igen, Márkó. Mi ez, valami anime? I got the power. Hát mindjárt beszarok. Hát micsoda montázs volt! Megszületett! Lélekkapitány végre teljes! De vad! Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Most már bárkit legyőzünk. Bárkit is. Teljesen 4,2 grammot fogyasztott. Nem, csak gyerek, na! Szálljunk be az autóba. Inspektáljuk először. I wonder if Dad will teach me how to drive. Megtanít-e vajon apa vezetni? Biztos megtanít. Nem biztos, hogy örülni fog, hogy beszállunk az autóba. Doesn't get in trouble because of me. Egy levél. Kedves Mr. Erickson, ez itt Dr. Tamra Folman a Beaver Kiki szociális munkásoktól. Mint a megyének a kijelölt általános iskolai felügyelője, örülnénk, hogyha be tudna jönni a fiával, Chris Eriksennel egy beszélgetésre hétfő délután 2:45-kor a helyi irodánkba 2775 Water Street-en. Ha bármilyen kérdése van, hívja az irodánkat az 5586-2006-os számon. Tisztelettel, Tamra Folman. Ójaj. Beszélni akarnak velünk. Ajjaj. Na jó, inkább játszunk. Inkább játszunk autósat. Jaj, ez már az utcsó küldetés, a mantroidos? De még nem akarok elmenni, hát még a hóembert meg... Beszálltunk az űrhajóba! Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Elpusztítjuk Mantroidot. Do a quick system check first. Nincs több tűzszögés. Instrument panel check. Bip, 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 bip. Force field check. Force field check. Proton torpedó élesítve. Windshield wipers check. Everything looks good. Start the launch. Mindjárt fölrobban. Nagyon rászkódik, kapitány! Úristen, meteorit! Meteor eső! Túl durva! Kényszer leszállás! Úristen, nagyon durva volt. Mantroid átvette a bolygó irányítását és kilövi a hajókat. Time to explore. Itt az ideje felfedezni a vidéket. Úristen, és abban a pillanatban idegen bolygón van, beütött a drag. The planet is so dark and the sky is so red.
like blood. See ya, Daniela. No wonder Mantroid lives here. Úristen, de durva. Hol lehet kapni ezt, amit a gyermek? Mármint, hogy nyugi. But how could anyone live here? Hogy élhet itt bárki is? It's kind of sad and lonely. Elég magányos. És szomorú. Hol van a gonosz Mantroid? Hadd vetek véget az uralmának. Ott van a vi... Óvatosan. Oh, anyádat, ne hihezgessél. What's that sound? Something is coming. Or somebody. Valami jön. Vagy valaki. Mantroid, show yourself, you coward! Mutasd magad, gyáva féreg! Nem félek. Sikítok, ha jumpscare lesz. Haló? Tessen engem béké hagyni, ne molesteráljon! Nem félek tőled, én egy szuperhős vagyok. 4-20 kapitány! Mármint, hogy lélekkapitány. Lehet, hogy minden a te hibád. Oh. Szóval ez egy ilyen deep ellenség legbelül. Gyenge vagy velem megküzdeni, idióta kapitány. Most nem futsz el előlem! Mindenhol ott vagyok. Küzdj meg velem! Bújkálás helyett. Jaj, ne! A táblán az a kereszteződés van kiírva, a tábla a két utcanév, ahol a... Ugye? Te hoztad létre mindezt a fájdalmat. Győzhet, szellemeket üldözöl. Unatkozom. Fejezzük be. No! I can't let you live. Nem hagyhatlak életben. Nyomom! Nyomom! 4-20 kapitány! Gyerünk! Bazzeg, elég már. Így van, így jön ki a Mantroid. A két utcanévből. Láttam, csak nem akartam közbeszólni, mert... Tudjátok, ez olyan, mint mikor a viccet megmagyarázott, de... Hát szóval innen a fő ellenség. Gyakorlatilag az anyja halálának a... Na jó, ez egy kicsit deep volt, úgyhogy egy kicsit vidításképp robbantsunk fel egy hóembert. De valószínűleg kéne ahhoz az öngyújtó. Nem? Nem. Now you are ready to battle with Captain Spirit. Ah, elvette a bázisról. De ne nézd közelről, hát fogykos vagy!
Azt hittem az arcába robbantja. Yes. So GG. Snowmancer almost froze the whole city until Captain Spirit melted him. Olaf kapta. Jól van. Na. Kész, kész, kész. Ez is kész, ez is kész. Better keep my eyes on Mantroid and his supervillains. A telefon, meg a hűtő. Ez a kép, ez nem tudom. Ezt a képet én már láttam. Ez az asztalán van ez a rajz. Na menjünk be minden esetre. Szerintem itt a kinti dolgokkal végeztünk. Dura volt ez a... ez a boss fight idézőjelben. Azt terveztem, hogy ma este befejezem a Before the Storm harmadik chapterét. De látva a streamet, úgy hiszem ez nem fog most összejönni, de... Köszönöm, Bence, a csírt, már nincs sok hátra. Úgyhogy kitartás még meg lehet. És Amcsimen, köszönöm szépen a subgiftet Szabó Biankának. Bianka, üdv, hivatalosan is itt köztünk. Köszönöm szépen. Amcsimem. Oké, na irány be! Szevasz, Márk. Oké. Nézzük meg azt a szuperhíró rajzot még egyszer. Nem ez. Mantroid's team. Ez volt az. Every superhero team needs a supervillain team. De hogy mi a küldetés, azt nem tudom ezzel kapcsolatban. Na mindegy, nézzük meg a telefon, nem tudom, hogy még itt a tévével szórakozhatok, de ezt már megcsináltuk. Oké. Okay. Akkor apa telefonja. Na várjál, mi volt? Volt a gyerek születési dátuma, az volt február. Február, még mi volt a gyerek születési dátuma? Február, nem, vagy má, nem, volt a május 1, várjál. Volt a 0501, töröld már ki, 0501 volt az, amikor összeházasodtak. Nem. 0208 volt a gyerek születése. 0208. Nem? Akkor miket írtunk még föl? Most lehet megszítelni. Most, aki fölírta, miket írtunk föl? Valaki fölírta, írt be az összeset. Nem a megoldást írt be, hanem az összes dátumot, ami ott volt. Volt a gyerek születési éve. Tizenkettő, tizenhat, az mi volt? Azt is írjátok oda, hogy mi volt az. Az anyja születési éve. De nem év kell szerintem. A 12-16 az december 16, de az mi volt? Köszi, Márk. Nem évszám, oké, annyit segít. A halálnapja volt a 12-16. Jó, akkor hagyjuk. Hagyjuk. Több nem volt fölírva. És azt mondjátok, hogy nem évszám. Köszönöm szépen a tippeket. Igen, a halál volt a 12-16. Várjál, de azt is mondod, Márk, hogy... Oké, Márk, Márk, csak téged kérdezlek. Csiha, Márk. Azt mondod, hogy nem évszám, vagy azt mondod, hogy nem dátum? Piri, ezzel csak fölhergelsz, please.
Nem, Leah-t leraktam be, Szilvia. Ja, Mark nem tud írni, mert izé van. Köszi, Szilvia, elbasztam. Szóval Mark azt mondod, hogy nem. Évszám, vagy nem? Egyik sem. Oké, szóval nem dátum. Jó, akkor ennyit akartam tudni, hogy nem dátum, hogy ne így szarakodjunk ezzel. Ennyi segítséget akartam kérni, mert nem akarom húzni az időtöket. Oké, akkor nem dátum. Köszönöm szépen. Mit kellett csinálni? Igen, a hűtővel voltam. Let's see. What do we need? A hűtőszörny legyőzése következik. Most mi történt? Bocsánat. That should be enough. Ja, csak ráírta, hogy vegyen fagyit a fatel. Milyen feladat? Can't let the water eater defeat me. De várja, mi az a vízevő? Ez nem a hűtő, a vízevő? Can't let the water eater defeat me this time. Mi az a vízevő? Hát magyarul beszélj már. Ó, itt még van szemét. Undi. Power. Nem, nem, az tudjuk, hogy már nem játszunk itt az energiával fölöslegesen. Ígyunk tejet? Ígyunk tejet. Nem tudom, miért, de miért ne ígyunk tejet? Úgy, a dobozból. Feel the power. Feel the power. A water eater az a boiler. Boiler? Ezt hol látunk itt? Jó, meg kifosztottuk a hűtőt. Pedig most már milyen felszerelésben nyomom amúgy, nagyon durva. A boiler a fürdőben van alapvetően, nem? Itt csak a mosógép van. Hú, de ide még nem mentünk be, tényleg a sötét szoba. Ez az, most már bemehetünk, felszerelve a szuper képességekkel, a szuper ruhával. Mitől fél ennyire itt? Jesus. Azt hiszem, nem vagyok egyedül. Mi a fene van itt? Jaj, lehet, hogy ez egy pince? Ami el van ázva? You have the power, Captain Spirit. You have the power. Én belesétálok, nem félek. Micsoda? Full a satrip. Mit akarsz tőlem? You can do it, Captain Spirit. Legyőzlek, he. Ő a water eater. Gyere ide. Te szemét vízevő, te. Megszelidítés. Abba a pillanat, Obi-Wan Kenobi. Gyerünk! Gyerünk, 4-20 kapitány! Adagold neki! Győzelem! Megszelidítettük a vízevő szörnyeteget. És tényleg boiler. Egy hős vagy. Egy hős vagy, fiam. Bekapcsoltad a boilert. Well, that wasn't too hard. Hát? I tamed the water beast. I tamed the water beast. Oh yeah. Kapcsold le a lámpát magad után. Mi vagy te, egy bunkó?
ez az. Oké. Okay. Mi van még hátra? A telefon. Meg a mantroid szuper ellensége. Dad loves his stat notebooks. Statisztika. Mit kéne tudnunk még apáról? Dad never smiles like that anymore. If I could go back, he looks so different in his basketball outfit. Máshogy néz ki a baseball ruhájában. Hát ez mondjuk nem meglepő. Dad was so popular. És népszerű volt, Fatel. Na jó, ébresztük föl. Dad, apa. Ja, hogy elfogyott a teljes whisky. Hey, wake up. Dad, come on. Huh? What? Ja, akkor nem kosarat mondtam. Kosarat akartam mondani, bocsánat. It's just me, Chris. Whoa, whoa, hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No, I tripped. Can't even watch one goddamn game. Kicsit morcos. Apa, mi? That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Kiment a bokája. Chris, why did you wake me up? Miért ébresztelek fel? Hát azt mondtad, ébresztelek fel. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Óvatosabb. Smartass, Chris. Óvatosabbnak kell lenned. Ne okoskodj. Okay. Ajaj. Jesus Christ, who is that? Csöngettek. It's some salesperson or some church group, you just close the door on him. It's nobody's business. This is our castle and it's our family. Right? Okay. Ha hittérítő vagy eladó, elküldöm. Köszönöm, apa. Nem tetszik, hogy így látlak. Ki vagy, néni? Kezi csonkolom. Oh my, look at you. What kind of costume is that? Én vagyok a lélek kapitánya. Of course you are. We need all the superheroes we can get. Köszönöm, hölgyem. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Oh, Mrs. Reynolds, a szomszéd. Just? Ne kíváncsiskodjál. Takarítom a... Ne, házit csinálok. Just doing homework. You know? On a Saturday? I didn't know you were such a good student. Menj már ki a házból. He just must love you. Mit kíváncsiskodsz? I even saw you clearing the snow out of the front porch, so I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk, sétálni but it mentél? Sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? Hangosak voltunk. Minden rendben volt. Csak, de mi nem hallottunk semmit. Yeah, of course. We didn't hear a noise. Are you sure? Lordy, I thought, I don't know, but it was loud. And there's no other houses around. Foglalkozom már maga dolgával, néni. He kinda go crazy, so. You're not the only one. I must be hearing things. Halucinálsz, így van, a korra jár. Something else planned for today. Persze, van dolgom. Hát feldíszítem a kis bázisomat. I wanted to fix up the treehouse. Maybe Steven could come by and help? Well, that sounds like a fun job for a father and son. Az right? Inkább apa-fiú munka. De most nagyon elfoglalt. Oh, my dad wants to. Fater elfoglalt. But he's super busy today. Too busy on a Saturday to help you with the treehouse? Yeah, he's tired from work and stuff.
Plus, he's got to support his team. Maybe he should support his son instead. Inkább a fiának kéne szurkolnia, mint a kedvenc csapatának. Right? This is a pretty big game, and he promised to help me later. You're a good son, Chris. Jó fiú vagy, Chris. Listen, Chris. I'm only steps away from your house. If you ever feel scared, ne nyúkálj már hozzám. Come visit us anytime, day or night. Ha félsz, bármikor átjöhetsz, érted? We're here for you. Okay. Sure. Ez elég creepy. Nice. Thanks, Claire. I promise I'll see you later. Nem szimpatikus ez a szomszédasszony, hogy itt beleártja a dolgát mindenbe. Majd én vigyázok a Fatella. Persze azért kedves néni. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. Mi elküldtem? I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have. Huh? No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, léci, please believe me. Nem mondtam neki semmi rosszat. Stop that whining. Ne hisztiz. You're not a baby anymore. Nem vagy már baba. Boo-hoo, Daddy. Believe me. Ugye azt mondta, hogy biztos jobb apát akarunk. Up. Azt mondta. I... Just like your mom. Nőj fel. Every time I look at you, I tell me you talk. Stop it. Bármikor rád nézek, vagy téged hallak, anyád jut eszembe. Why? Miért? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Ha te nem lennél, nem vitte never. Volna el azt az autót soha. Hogy mondhat ilyet? Yes. Hogy mondhat ilyet? You did. No, listen, Chris. Hogyha én nem lettem volna, akkor sosem megy el aznap az autóért. Az alkohol. Na nem már! Na nem már! Mondtam! Mondtam! Hát Jedi a gyerek! Ennyi! Újabb szuperképesség, ha már Life is Strange 2. Nem láttatok semmit! Nem láttál semmit! Folytatása következik. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Na! Hát megvan az előzményünk a Life is Strange 2-höz. Elég egyértelműen. Jó volt. Fasza volt. Sajnálom, hogy nem tudtam amúgy, hogy vége lesz, hogy így nem tudtam megcsinálni azt a két küldetést, ne haragudjatok. Nem tudom, hogy hol kellett volna megtalálni a Father PIN kódját, meg nem is értettem, hogy mi volt a... ez a szuperhősös küldetés, most már leírhatjátok a cseten, hogyha gondoljátok, hogy mi lett volna a megoldás. De nem tudtam, hogy már így nem lesz esélyünk beütni. Lesz ebből még igazi heavy armor, így van, Dani. Harcolni kellett a bábukkal? Hát harcoltam a bábukkal. Lehet, hogy kellett volna még. Az volt akkor a szuper villanes küldetés. És mi volt a telefon?
A régi telefonok nyomógombjain kellett kirakni a mastered szót. Micsoda? És ezt honnan kellett volna kitalálni? A kód 42983294 volt, amiből kijön a hódog. De már. És találtunk volna még valami érdekeset a telefonban? A faterról? Valami infót? Ami esetleg így a sztori szempontjából érdekes? Csak játszani lehetett. Oké, és köszönöm szépen az infót, srácok. De már most már ezt akarom jobban, mint a Before the Storm-ot végigvinni. Hát, Bence, fejezd csak be, még van idő szeptemberig, mikor jön a Life is Strange 2. Fasza volt nagyon. Élveztem. Ó, igen. Meet Chris again in Life is Strange 2, és nézd meg, itt van az elővásárlási link. Na ne aggódjatok, meg fogom venni. Meg fogom venni, végig fogjuk vinni azt is, és újra találkozunk Chris-szel, a mi kis szuperhősünkkel. Ah, király volt ez, király volt. Nagyon szimpatikus volt az a fater, csak hát... Hát az alkoholizmus nem véletlenül betegség, na. Köszönöm szépen Noelka a 3 hónapos feliratkozást. Így a végére. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nessai, elmondod, lemaradtam az elejéről. Nem, de visszanézhető lesz YouTube-on. Most nyilván nem mesélem el az egészet, de meg tudjátok majd nézni. Aki lemaradt a teljesről. Nem úgy volt, hogy ingyenes? Ez a játék, amit most játszottunk, ez ingyenes. A Life is Strange természetesen ugyanúgy fizetős lesz, mint az első. De amivel most játszottunk, az előzménnyel, a The Awesome Adventures of Captain Spirit-tel, azt most le tudjátok tölteni ingyen a Steam-en. Hát igen, nehéz feldolgozni egy halálesetet. Nyilván persze megvan az oka az alkoholizmusnak, ez nem is kérdés. Ez nem is kérdés. Ahogy figyeltem, a történet kellően mély, mint az eddigi Lisz játékok. Így van, Bidi, köszönöm szépen a csírt. Jó lesz ez, jó lesz ez. Nem fogunk csalódni szerintem a készítőkbe. Ezúttal sem. A PUK-kódot lehetett megtalálni, és azzal egy beszélgetést hoz elő neked a telefon. Ah, köszi szíven. És köszi Iggy Pop, köszi az infókat, srácok. Sajnálom, hogy nem tudtam ezeket megmutatni, remélem, hogy nem gond. De legalább van házi feladat, le tudjátok tölteni, meg tudjátok csinálni ti is. Jól van. Létkemörg, én akkor egy jöttem, láttam, mentem dologgal, befejezném, sziasztok, jó ét. Legyen így, srácok, én is azt mondom, hogy jó ét mindenkinek, pihenjetek, mégiscsak hétfő van. Jó volt ez most hétindítónak, tudom, hogy nem volt olyan beszélgetős, mint egy late night show, de elindítottunk megint egy kis Life is Strange-es mókát a fejekben, mókát idézőjelben. Én nagyon élveztem. Remélem, hogy ti is legalább ennyire. Mindannyiótoknak nagyon szép hetet kívánok, főleg azoknak, akiknek ugye nincs nyári szünet, hanem munka van, kitartást. Dala. Kár, hogy MacBookom van és konzolom nincs, úgyhogy sajnos kimarad, de szeretnék venni egy PS-t, szóval majd bepótlom, de köszi főnök a streamet. Köszönöm szépen, Amcsimen, és figyeljetek, ha már itt vagyunk, jutalmazzuk azokat, akik még nem x-elték be a streamet, legyen gyorsan egy Life is Strange 1 kód sorsolás, én azt mondom nektek, hogy egy giveaway azért így a végére még igencsak belefér. Úgyhogy azt mondja, hogy Life is Strange, 2 perc a nevezési idő, felkiáltójel Nessai, parancsal lehet nevezni, 100 darab pontba kerül mindösszesen a 100 nézetperc, tehát aki itt volt ezen a streamen, gyakorlatilag az meg is szerezte a pontokat. Úgyhogy na, azért mégiscsak, hogy én is meghálaljam ezt a sok-sok figyelmet nektek, ez a minimum.
És ha még valaki nem birtokolja az eredeti Life is Strange-et, akkor most legalább jól végigviheti szeptemberig, amíg jön a kettő. Mire reagálva Amcsimen, köszönöm szépen a támogatást még egyszer, és ja, a PS-t én csak ajánlani tudom a PlayStation-t, Amcsimen. Tudom, hogy nagy beruházás viszonylag, de nem fogod megbánni, hidd el. Nem fogod megbánni. Amúgy, ja, nekem is nagyon tetszett, csak hogy egy kicsit én is reflektáljak, miközben Nemes Károly, köszönöm a Tier 3-as 5 hónapot, közel a fél év, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, uram. Tudod jól. Szóval nekem is nagyon tetszett. Gondoltam, beszállok a LIS 2 árába, mosolygós fej. Bence, nagyon szépen köszönöm. Nem is néztem, hogy mennyibe fog kerülni most a játék. Valaki nézte Steamen, mennyi lesz a Life is Strange, tudjuk már. De köszönem szépen, Bence. Szóval nagyon tetszett, tetszik, hogy megint lesz, úgy néz ki, szuperképesség, szóval megint lesz egy érdekes gameplay mechanika a sztori mellett. És hát a háttér története megvan a főszereplőnknek, hogy ilyen... ...eredeti játékhoz is, ugye Blackwell-lel, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy mégis hogyan fogják összefűzni a dolgokat. Mindeközben lag, édes Istenem, nyugi, én laggolok. Halló? Igen, Alucard, 40 euró lesz a teljes Life is Strange, köszi. Közben lejárt a giveaway, úgyhogy most már ne írjátok a parancsokat, letelt az idő, köszönöm szépen a csatlakozásokat, srácok, meg köszönöm szépen az infót, hogy mennyibe fog kerülni a játék. Megint elfáradt a internetom, úgyhogy gyorsan sorsoljunk a nevezők közül. A győztes nem más, mint System Killer 88. Hamarosan a chatre is megérkezik, csak Klári kicsit le van maradva. System! Hát gratulálunk, mehet a GG Systemnek. Már is küldöm neked a kódot. Uram, egy pillanatot adj nekem, és suttogó üzenetben el is küldöm neked. Pervé System Killer 88. Írt, hogy itt van, írt ez a fiú? System, írjál a chatre. Hát nem ér, úgy nem küldöm el, hogyha nem jó. Írjál csak, hogy itt vagy nekünk. Ott van, ez az. Elküldtem akkor. System, parancsolj, jó szórakozást hozzá. Örülök, hogy jó helyre ment. Hát hol lennék főni? Tudom, tudom. Na, jól van, srácok. Hát akkor ezzel zárul a mai streamünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól szórakoztatok. Nekem nagyon tetszett, és nagyon várom a folytatást, úgyhogy ennek szellemében tényleg szép hetet mindenkinek. Holnap találkozunk délután 2 órától itt a Twitch-en, méghozzá raftozni fogunk. Egy kis változatosság, most nem a YouTube-on, hanem a Twitch-en. Rendezünk egy nagy raft délutánt Karcsival, Survival móka lesz holnap, úgyhogy akkor is találkozunk. Szép estét mindannyiótoknak. Köszönöm, hogy itt voltatok. Goodbye. Goodbye. Hello, lélekkapitány, 420 kapitány kijelentkezik.